Sziasztok, köszöntek a csatornámon Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videómat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösképpen, ha feliratkoztatok. Nagyon hálás vagyok érte, annak pedig még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál. Remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy márciusban milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén, de mint mindig ez egy általános kirakás, hogy igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. Az első lapunk, megnézzük, a segítő állatok szelleme paklivó, neked a nyúl szellem jött ki, ami azt írja, hogy ez egy nagyon szerencsés időszak. Tehát a nyúl igazán a többszöröződésnek a jelképe, pénzügyi területen mindenképpen jelzi azt, amikor a pénzed, a tulajdonod megtöbbszöröződik. Nagyon jó jel arra, hogy több pénz áll a házhoz, és írja azt is, hogy ez egy szerencsés időszak arra, hogy jó változások jöjjenek be az életedbe pénzügyi téren. Igazán ilyen kártyákat akarunk látni egy pénzügyi kirakásban, de nézzük meg, hogy mi van a taró vonatkozásában. A kirakásod középpontjában a kelyhek lovagja van. Tehát a kelyhek lovagja jelenthet téged, jelenthet egy szemét, vagy pedig a kártya energiája. Ez egy nagyon álmodozó, diplomatikus személy, tehát lehet, hogy ebben időszakban az álmaid nagyon fontosak a számodra. Lehet, hogy valami diplomácia nagyon fontos ebben az időszakban, de általában a lovagok az valamilyen akcióról szólnak, és ez általában valamit felajánl. Tehát itt lehet, hogy egy szívből jövő ajánlat, ebben az esetben lehet, hogy egy állásajánlat, üzleti ajánlat, valamilyen szerződés, vagy pedig valami bármilyen ajánlat lehet, ami pénzügyi téren vagy karrier területén érinthet téged. De nézzük meg a többi lapot, ami körülveszi ezt. Az első lapod az a diadal szekér, a diadal szekér az a győzelemnek a kártyája, a győzelem az előrehaladásé, az irányításé, az egyensúlyé. Tehát jelzi azt, hogy egy időszakot, ami nehéz volt a számodra, az sikerül magad mögött hagyni, és haladsz előre. Ez jelzheti azt is, hogy felgyorsulnak a dolgok az életedbe. De mindenképpen jó jel, hogyha valamilyen előreléptetést, valamilyen állást szeretnél megkapni, mert jelzi az, hogy te leszel az, akit kiválasztanak, te leszel a győztes, úgymond. Itt ugye nagyon fontos ennél a kártyánál az egyensúly is, hogy mennyire próbálod egyensúlyozni a dolgokat, és mennyire hagyod azt, hogy az univerzum vezesse téged az új irányba. De lehet utazás is ez a kártya, vagy pedig költözés is. A kelyhek hetes pedig igazán azt jelzi, hogy lehet, hogy több dolog van az életedben, ami közül választanod kell, mert ez a választásnak a kártyája, tehát lehet, hogy több lehetőség van az életedben, ami közül el kell dönteni, hogy melyiket szeretnéd. Ez a kártya igazán ugyancsak nagyon kötődik az álmodozáshoz, és nem véletlen, hogy a kelyhek lovagja mellett jött ki, mert mind a kettő az álmodozásról szól. Tehát néhányan, ha ez a kártya kijön, akkor igazán jelezheti azt, hogy túl sokat álmodozol. És itt az ideje arra, hogy egy kicsit lejöjj a földre, és reálisabban lásd a dolgokat, mert a kelyhek hatos az igazán néha nem látja a valóságot, mert túlságosan álmodozik, túlságosan egy rózsaszín üvegen keresztül nézi a világot. Néhány adoknál ez a kártya arról szól, hogy próbálsz létrehozni, manifestálni valamit, de mindig megváltoztatod a véleményedet, hogy mit akarsz. Egyik nap új állást akarsz, másik nap előreléptetést, a harmadik nap pedig a saját vállalkozásodba szeretnél belevágni. Általában ez a kártya kijön, akkor kicsit jobban oda kell figyelni, hogy mi is az, amit szeretnél létrehozni, manifestálni az életedbe. Aztán a remete jelzi azt, hogy igazán egy kicsit elgondolkodsz azon, hogy mi is az, amit szeretnél. Mi az, ami boldoggá tesz, mi a te igazi elhivatottságod, és igazán elvonulsz egy kicsit a világtól,
lehet, hogy meditálsz, lehet, hogy igazán aktívan sétálsz, és ez a folyamat segít neked abban, hogy felismerd azt, amit igazán szeretnél elérni az életedbe, mert a remete igazán a megvilágosodásról szól, amikor igazán eljön az aha pillanat az életedbe, amikor felismered, hogy mi az, amit szeretnél. Érmék hatos pedig igazán az egyensúlyról szól, pénzügyi egyensúlyról, valamint arról, hogy valaki egy hatalmi pozícióban segít neked. Tehát ez lehet az univerzum, úgymond segít neked valamiben pénzügyileg, ez lehet egy pénzösszeg, amit kapsz, ez lehet egy fizetésemelés, lehet bónusz, lehet, hogy a főnököd segít valamiben, de nagyon jó jel abban a viszonylatban is, ha a saját vállalkozásodat űzöd, hogy, és lehet, hogy befektetőket vagy hitelt szeretnél kapni, jelzi azt, hogy megkapod ezt a pénzügyi segítséget. Ugyancsak az egyensúly is fontos ennél a lapnál, tehát valamint, hogyha ingatlant szeretnél venni, és ahhoz keresel hitelt, jelzi azt, hogy megkapod ezt, és a diadalszekér jelzheti azt, hogy igenis költözni fogsz. Aztán a kelyhek kettes, az pedig ugyancsak nagyon sok köze van az egyensúlyhoz. Tehát szerintem az egyensúly nagyon fontos néhányatoknak, mert általában ez két személy, két ember közötti kapcsolatot jelent. Természetesen ez lehet üzleti kapcsolat. Ez igazán az a kártya, amikor elkötelezed magad valamihez. Ez lehet egy új állás, ez lehet egy szerződés, ez lehet egy üzleti kapcsolat, ahol igazán mindkét fél egyenlő módon jól jár ebből az üzleti kapcsolatból, de természetesen, hogyha megnézed, itt a kelyhek lovagja jelenteti azt a folyamatot, amikor felajánlanak neked valamit. A kelyhek kettes lehet ez a szerződés, és az érmék hatos pedig jelzi azt, hogy itt valami pénzügyi növekedésről van szó, különösen ha megnézzük, hogy a nyúl is megjelent. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni, azzal mindenképpen jelzed, hogy a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szükségük van rá, neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, de mindig nagyon szívesen olvasom azt is, hogy mi történik az életedben, hogyan rezonál ez a kirakás a valósággal, amely természetesen megírjátok a kommentbe. Aztán az igazságszolgáltatás ugyancsak jelezheti az egyensúlyt, mert itt ugye a két mérleg az egyensúlyozásról szól, tehát lehet, hogy itt az egyensúlyra van valami, ami az életedbe, ahol az egyensúly nagyon fontos. Ez igazán mindenkinek másképpen jelenik meg. Lehet, hogy a pénzbeli dolgokat kell egyensúlyozni, lehet, hogy mennyi időt töltesz munkával, mennyi időt töltesz a szeretteiddel. Tehát van valami, amiben nagyon fontos, hogy odafigyelj az egyensúlyra. Igazságszolgáltatás jelenthet szerződést, jelenthet igazán azt a legális folyamatot, amikor valamit alá kell írni. Természetesen, hogyha jogi procedúrában van részed, akkor jelzi azt, hogy ebben a bírói folyamatban, ebben a jogi folyamatban valamilyen döntés születik a javadra, ahol igazán megkapod azt, amit érdemelsz, ez ami attól függ, hogy hogyan viselkedtél. Aztán a hold pedig egyrészt az az árnyéknak a kártyája, tehát lehet, hogy van valami titok, lehet, hogy van valami, amiről még igazán nem tudsz ebben az időszakban. Jelentett igazán azt is, hogy van valami ajánlat, van valami, ami igazán hirtelen a sötétből tűnik fel az életedbe. De természetesen a hold jelzi a bizonytalanságot, lehet, hogy van valami, ami elbizonytalanít, és ebben az időszakban a megérzéseid, a belső hangod nagyon fontos, hogy kövesd azt, mert az valami jóhoz fog téged elvezetni. De jelentett titkokat is.
Aztán a következő kártyánk az a kardoknak a királya. A kardok királya, aki nagyon bölcs, nagyon logikus, és mindent igazán az igazság szempontjából néz. Ez jelentett téged, jelentett egy szemét, akivel dolgod van, de lehet csak a kártya energiája. Tehát itt ő az igazsága koncentrál. A hold és a kardok királya jelezheti azt, hogy van valami titok, amire fény derül, ami lehet, hogy valamilyen döntéshozással kapcsolatos. Természetesen a kardok királya jelenthet bírót is, különösen, hogyha valamilyen jogi procedúrában van részed, de itt akár jelenthet egy olyan lehetőséget is, ami hirtelen jön be az életedbe a semmiből. Aztán a pakli alján az ördög van. Az ördög az ugyancsak az egyensúlyról szól, tehát van valami az életedbe, ami igazán nem nincs egyensúlyban. Ez igazán bármi lehet, ez lehet egy olyan munkahely, ami mérgező, egy olyan főnök, aki mérgező, de valami miatt mégis maradsz benne, lehet, hogy a pénz jó, mert az ördögnek van egy vonzó oldala is az életünkben. Tehát itt arra kell odafigyelned, hogy lehet, hogy olyan helyzetben érzed magad, amiből nincs kiút, de az ördög mindig jelzi azt, hogy van, igazán neked kell valamilyen nagy-nagy döntést meghoznod, valamilyen lépést megtenned ez irányba. De alapvetően itt igazán van valami pénzügyi segítség, van valami pénzügyi gyarapodás. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.